Krisztusban, kedves testvérek, törvények, szabályok és szokások tömkelege irányítja a életünket. Összenőttünk ezekkel, mindennapjaink részévé váltak. Mondhatnánk, hogy keretben tartják az életünket, de ugyanakkor kényelmessé is tesznek mindnyájunkat, és gyakran elégségesnek tűnik a külső alkalmazkodás egy-egy szabályhoz. Megelégszünk a látszattal, csak felületesen külső magatartásunkban igazodunk ezekhez. Igaznak végig a közmondás szavait, belső dolgainkról nem ítél a bíró. Így alakulhat ki az a két alkuság, amikor tetteink nem a belsőket tükrözik, mint a két énünk ennek. Egy a külvilág szemének és a belső rejtegetett valóság. Azonban ösztönösen rájösszünk arra, hogy ez távolról sem lehet a vallásos ember magatartás. Vagy legalábbis nem kéne, hogy az legyen. A mai vasárnap ószövetségi olvasmánya is ebben a gondolatkörben mozog. Isten törvényeket adott Mózes által választott népnek azonban nem az a célja, hogy terheket rakjon a népe vállára. Épp ellenkezőleg ezzel igazolta szeretetét, közösségét övére. Ezzel nyújt életlehetőséget, őszi és képi őket, hogy a fogalmat a Szentíró. Hát hol van olyan nagy nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk az Úr, a mi Istenünk? Valahányszor hozzá folyamodunk. És hol van még egy olyan nagy nép, amelynek mai tökéletes parancsai és szabályi volnának, mint az egész törvény, amelyet ma elintek rá? Az evangéliumban is törvényekről, előírásokról van szó, hiszen hallottuk, a farizeusok megszólták Jézus tanítványainak, voltaknak kézen érkeznek. Első hallásra valószínűleg nekünk sem tűnik a probléma lényege, hisz mi sem szoktunk alapvetően általában voltaknak kézzel asztalhoz ülni és enni. Csak ilyen esetben nem egészségügyi előírásokról van szó, hanem vallásos szokásról. A farizeusok azt gondolták, hogy a külső fizikai mosakodással a belső tisztaságát is elérhetik. Ezzel a mentalitásokkal magukra mondták Jézusnak a rossz hallását. És Jézus keményen megmondja nekik, ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztel, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok. Ha az Isten parancsait nem tartjátok, mert az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok. Hát nyilván erről is egy külön prédikációt lehetne tartani, hogy keresztény Európában, de a nagy keresztény Magyarországon is, és pont, mennyire keresztény hagyományok tartják életben a kereszténységet, aminek aztán szinte semmi köze nincs az igazi hiteles keresztény értékekhez. Zárulját a zárulját. Mit ér a külső vallásosság a szív átalakulása nélkül? Nyilván érthető itt a szív, az embernek a belső magatartását jelenti, és itt ebben nem jelesztettek a farizeusok külső tettei,